oldalról, hogy különleges és speciális kiállításokat hoz Magyarországra. Így van ez most is, és azt gondolom méltán mondhatjuk, hogy az év kiállításának megnyitóján vagyunk most. A mostani kiállítás Hollandiából érkezett hozzánk, és azon felül, hogy több mint 200 Van Gogh képet tekinthetnek itt meg, többek között 3D technológiával is, életre kelnek Van Gogh alkotásai. Nagyon sokan vannak, akiknek köszönetet kell mondanunk a mai kiállítás létrejöttéért, ezért engedjék meg, hogy a legfontosabbakat mutassam most be. Először Fülöpné dr. Hegedűs Évát, a Van Design Center igazgatóját. Köszönjük Krisztiánt, a Samsung Electronics Magyar ZRT marketing vezetőjét. Molnár Mária művészettörténész. És Melde Vin, akinek az ötlet alapján született meg ez a kiállítás. Napjainkban a Van életében nem csak a Van Gogh kiállítás szolgál újdonsággal, hanem elég sok meglepetést tartogatunk az önök számára. Ezekről fog most beszélni önöknek a házigazgatója. Engedjék meg, hogy én is szeretettel köszöntsem önöket a Van Design Center nevében. Örömmel újságolvatom el, hogy a Van Design Center megújult színekben és megújult mindenben megújulva várja önöket. Most megnyitunk egy olyan kiállítást, ami azt gondolom, hogy egy olyan innovatív dolog, amivel itt Magyarországon még nem találkozhattunk. A technikát olyan szinten használja a művészet, amelyre eddig szerintem még nem volt példa. Mindezek mellett nem csak ezzel várjuk önöket, nem csak ezt a hírt szeretnék, hogyha magukkal vinnék, amikor innen elmennek. Szeretném, hogyha hírul adnák, hogy a Van Design kinyitja kapuit, szó szerint. Az aulában június 10-én megnyílik a Van Van nevű szórakozóhely, amely egész nap várja azokat a látogatókat, akik pihenni vágynak, akik beülnek egy kávéra, akik egy kicsit vízizni szeretnének, akik csak egy jó idő beszélgetésre vágynak, akik szeretnék megnézni az állandó kiállításunkat a harmadik emeleten, akik esetleg a Van Gogh kiállítás után szeretnének egy kicsit pihenni, egy szóval mindenki. Nagyon sok programmal várjuk önöket. Sok mindennel készültünk, egy pici ízelítőt mondanék azokból a programokból, amik már biztosak. Június 10-én nyitunk meg, június 13-án csütörtökön lesz a nagy megnyitó, és június 19-től minden szerdán tematikus műsorokkal várjuk az érdeklődőket. Amik már leszervezésre kerültek, azokból mondanék néhányat. Az első szerdán 19-én a szépségé lesz a főszerep, egy Mr. és Mrs. Bond szépségversenyt rendezünk. A következő héten a gasztróvilágé, a Van Design, utána pedig a komoly zenekedvelőit, majd a jazzzenekedvelőit várjuk, táncot szeretőket, különböző tánciskolák fognak bemutatkozni, és így tovább, egészen szeptemberig vannak meg a programok. Keddenként Van Gogh miatt, nem tudom, hogy tudják-e, hogy mennyire szerette az abszintot, szeretnék bemutatni, hogy miért, úgyhogy keddenként abszint partikat rendeznénk. Szombat délutánonként a komoly zenéjé lesz a főszerep, este pedig nyilván a fiatalokat várjuk bulizni. A Van Design Center szigetpont is lesz, tehát szigetjegyet is vásárolhatnak a fiatalok. És a Van Gogh kiállítás után, hogyha ezt bezárjuk, reményeink szerint nem akkor, amikor ki van írva, hanem egy picit később, akkor egy újabb kiállítással fogunk megnyitni, amit nem árulok el, hogy egy kicsit majd legyen izgalmas, hogy mit tudunk még hozni. Azt gondolom, illetve azt remélem, hogy ezek után, hogyha az a kérdés, hogy hol vagyunk szórakozni,
akkor nagyon egyszerű lesz a válasz a Vanba, ahol vár minket a Vanba, illetve a Vágó, illetve kiállítások, és még sok minden. Nagy szeretettel látom Önöket, és kérem, hogy figyeljenek, és vigyék kívül a programjainkat, amit a honlapunkon is és hírlevelekben is közölni fogunk. Köszönöm szépen! Már az elején említettem, a Van Design Center mindig különleges, speciális kiállításokkal készül. A mostani kiállításnak is van néhány, sőt mondhatni, nagyon sok különlegessége, és többek között a technika, a technológia. A digitálisan kiállított alkotásokat a Samsung Smart Televízió jó voltából láthatjuk, úgyhogy most szeretném felkérni közül Krisztiánt, hogy beszéljen nekünk a technikai háttérről is.